ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És ezúttal újoncot avatunk a teljes terjedelemben, Pintér Ádámot, és arra gondoltam, hogy általában a meccsek, majdnem itt azzal kezdtem, a műsorok elején szoktunk egy kvíz kérdést feltenni a hallgatóknak, nézőknek, és bevallom, egész héten ezen gondolkoztam, de nem néztem végül utána, hogy a hányadik válogatott vendége vagy a teljes terjedelemnek, szerintem 5 és 10 között kell, hogy legyen a szám. Tehát minden esetre nem hiszem, hogy hosszas bemutatást igényelne a te személyed. Válogatott és klubtapasztalattal egyaránt, ráadásul Spanyolországban is játszva, de mielőtt belemennénk itt a konkrét témákba, egy kicsit azért beszéljünk rólad. Sándor Károly Akadémia nagykövet, pontosan mit is takar ez? Igen, most egy olyan pozíciót sikerült betöltenem, amit az imént említettél, hogy a Sándor Károly és az MTK-nak a labdarúgó akadémiájának lettem a nagykövete. Külföldi kapcsolattartás, teremtés, külföldi nagyklub, top klubok előadásairól az információgyűjtés és mindenféle ilyesmi a szerepköröm. Élvezed? Nagyon élvezem, így van, nagyon élvezem. Teljesen más a pályaszéléről ide felkerülni, úgymond az irodaszintre, de a mai napig élvezem. Kettőfajta focistát ismerek. Az egyik azt mondja, hogy amikor vége a pályafutásának, akkor tényleg vége, és akkor labdát nem akar látni egy darabig. Például Preisinger Sanyi mondta azt múltkor, hogy ő amikor befejezte, akkor nem akart öreg fiúkban sem játszani, semmit. A másik az meg azért próbál minél több szálon kötődni a korábbi életéhez. Te melyik típusba tartozol? Igen, nekem a sérülések hátráltatták a karrieremet, és pont ezért is hagytam abba, úgymond időnap előtt, 32 évesen. Sokat hívnak az öreg fiúkba és nagy pályára focizni, de megmondtam, hogy nem szeretnék nagy pályán soha többet labdába rúgni, viszont ezek a kispályás tornák és baráti összejöveteleket igazán én preferálok. És szeretek is, és heti szinten járok. A sérülés veszélyesebb, nem? Mint a nagypálya. Lehet, hogy az, de többet érek labdához, és jobban élvezem. Igen, nem kell annyit futni, olyan hosszú távokat megtenni, és általában azokkal voltak a problémáim, amikor hosszabban és erőteljesebben kellett elindulnom. Pont ezért élvezem a kicsit, mert ezek kicsi, apró mikromozgások. Nem akarok szakmai szavakat használni. De azt akartam amúgy mondani, ez a nagykövet dolog, ez tökre ilyen nagyklubosnak hangzik, vagy nagy ügyesnek. Tehát, hogy amikor olyan ügyek vannak, hogy mit tudom, egy világbajnokságnak szokott nagykövete lenni, a techbolnál szokták nagyon sokat használni ezt, hogy jönnek a nagykövetek, és a fociban, magyar kluboknál ilyet, hogy nagykövete legyen egy klubnak, ilyet még nem nagyon hallottam. A Real Madridnál sokszor hallottam, hogy a volt játékosok nagykövetek lesznek, és ezzel képviselik a klubot. Ezért ez elég nagy büszkeség lehet, hogy igen, én is így. Hogy te nagykövet lettél egy ilyen klubnál. Igen, én is így éltem meg, hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget, ezt az állást. És így, ahogy említetted, nekem is ez volt az első benyomás, hogy nagykövet, hogy az mennyire jó dolog, hogy egy klubot képviselni, és próbálok ennek eleget tenni minden nap. És ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az IFBL-ben szerepel az MTK, ott rengeteg ilyen nagyon komoly volumenű klub játszik, ott is vannak nagykövetek, és akkor általában nagykövet nagykövettel veszi fel a kapcsolatot, vagy pedig inkább arról van szó, hogyha bárhova elmegy az MTK, akkor te vagy az, aki első körben beszél a másik klubban. Igen, említetted itt az IFBL sorsoláson, nekem kellett részen, nem én képviseltem a klubot, tök jól éreztem magam, plusz volt velem még egy hölgyemény, Balogorsolya, aki úgy szintén a klubtól jött, a vezetőktől. Egy forduló volt kint, és egy fordulón vagyunk túl, vagyis egy párosításon vagyunk túl. Mondjuk az még nem úgy hagyományosan nagy csapat volt nyilván, mert az MTK ugye a bajnoki ágról megy tovább. Furcsán van itt a rendszer, de ugye az IFBL-ben van egy olyan, hogy a csoportkör, aki a nagy csapatoknak az utánpótlásai játszanak, és az MTK meg nyilván a másik ágról megy, reméljük a tavaszban. Igen, igen, reméljük, hogy minél tovább. Igen, szóval ott kint volt kapcsolattartás, volt kapcsolatépítés, szóval igen, úgy nagyjából erről szól ez az egész. Játékosként, most itt azért kicsit térjünk vissza még pár lépéssel korábbra, mert hogy az azonosulás is szerintem nagyon fontos egy ilyen nagyköveti szerepben. Azért
te az elsők között vagy, szerintem, aki az embereknek beugrik, amikor arra gondol, hogy a Sándor Károly Akadémiából milyen egyébként tehetséges növendékek jöttek ki. Ismerünk néhányat mi is itt az adásban, de azért nyilván ez nem egy ilyen általánosítható dolog. Neked most így visszatekintve milyen emlékeid vannak erről az időszakról? Mármint a Sándor Károly. A Sándor Károly, és úgy egyáltalán arról, hogy ennek a nevelő szerepéről, arról, hogy mennyire tudtál ott mondjuk komplett futballistává érni. 14-5-6 éves voltál, amikor oda kerültél? Elkezdem az elején, és akkor majd abba összefoglalok mindent. Szóval nekem nem ment azért ez annyira könnyen, mint itt például az Adriánra gondoltál az imént, a Szekirá, igen. Neki talán könnyebb volt ez az egész, nekem annyira nem. Én nem kerültem le az én korosztályom legjobbjai között az első évben, és nekem plusz munkát kellett végeznem itt Pesten, és nem plusz munkát, hanem jobban meg kellett mutatnom magam, hogy le tudjak kerülni közéjük, de hát akkoriban ez volt az álmom, mert láttam, hogy mi van ott lent, hogy minden a futballról szól, a tanárok oda jönnek be ott, tényleg minden a futballról szólt, napi két edzés, délelőtt az iskolának a lent menet... az most Agárd, ugye? Tehát így csak van, azért, Agárdról beszélünk. A menetrend úgy volt alakítva, hogy beleférjen a délelőtti edzés. Két csoportban voltunk, az egyik az iskolában kezdett, a másik a pályán, és aztán váltottuk egymást. Majd délután együtt mentünk be az iskolába, elosztva, értelemszerűen a középiskoláról beszélek, 9, 10, 11 és 12-esek voltunk. Az adott korosztálynak meg évvesztességnek megfelelően voltunk elosztva. És majd délután együtt a csapat, vagyis a csapatok, mert két generáció volt ott lent az én időmben. Én nem voltam lent túl sokat, csak egy évet, de minden egyes percét élveztem, és tényleg minden a labdarúgásról szólt, és már akkoriban annyira, igazából csak egy volt Magyarországon, de annyira fel volt építve, és nem hiába jöttek ki akkoriban ilyen generációk onnan, mint amilyenek kijöttek. Azt lehet tudni? Vagy most arra az a kapcsolatban van valamilyen gyanút, hogy ez miért nincsen meg annyira, mint amennyire a ti időtökben megvolt, hogy akár az akadémiáról közvetlenül, vagy csak megvan, csak mi nem látjuk, hogy közvetlenül akár topligákban szereplő csapatok utánpótlásaiba, vagy akár a csapatokba igazoltak. Hát figyelj, most azért tudok mondani neveket. Tehát Szoboszlai járt az MTK Akadémián. Az erős túlzás azt állítani, hogy ő a Sándor Károly Akadémia növendéke. Akkor mondom Schaefer. Van köze hozzá. Magyarán az MTK kezem munkája benne van a pályafutásának. De Schaefer is ilyen. Tehát, hogy ő még többet is játszott az MTK-ban. De lehet, hogy ha összehasonlítjuk a két... Azért kérdezem, hogy az érzéki csalódás, hogy most azért ez... Nem teljesen így van. Igazából, mint ahogy említettem, az imént egy volt Magyarországon, egy labdarúgó akadémia. Most már azért jóval több van. És a vidéken született, vagyis a vidéki labdarúgóknak nem elvárás az, hogyha nagyon akar fejlődni, akkor fel kell jönni. Bár én javaslom nekik, hogy az MTK-ba jöjjenek, mert látják, hogy évről évre innen adunk el jó játékosokat, és az MTK filozófiája pedig az, hogy ugye a fiatalokat megmutatva a legjobb piacra tudjuk értékesíteni. Hogyha te magadról el kell, hogy mondjad, hogy milyen poszton játszó játékos voltál, melyik az első, amit kiemelsz? Mert egyébként, ahogy néztem, azért... Nem teljesen lehet egyértelműen megmondani, hogy felnőttként melyikből volt több. Igen, nem. Említetted, hogy felnőttként. Én utánpótlásként Agárdra még csatárként igazoltam, vagyis mentem le. Na ezt nem láttuk felnőtt futballban. Igen, sajnos nem. Bár a mai napig rejtett titkaim, meg tudásom van ott elől. Nem viccelek. Kispályán hol szoktál játszani? Csak elől. Tényleg viccet félretéve, csak elől. És szóval több pozícióban játszottam, ez inkább a védekező, vagy esetleg az EB-n említve ez a 10-es pozíció, vagy ez a box-to-box, ez a 8-as, ez az átmeneti, de előfordult, hogy ugye belső védőként. Próbáltam a legjobbamat nyújtani, nem volt könnyű, mert ennek azért van hátránya is, hogyha az ember folyamatosan egy adott poszton játszik, azért megtanulja, jönnek ugyanazok a szituációk, előjönnek, és alkalmazkodik, és tudni fogja, hogy mit kell az adott szituációban csinálni a labdával, ha innen megtámadnak onnan. Azért, hogyha az egyik nap belső védő vagyok, utána középpályás, már mögöttem nincs senki.
vagy fordítva. Nem az a kulcs egyébként? Mert ez nyilván azok tudhatják igazán, akik ezt a legmagasabb szinten üzték, hogy a labdához képest hol vagy, hogy mögötte vagy előtte? Ez is igen, ez is. Mind a két pozícióra van pro és kontra. Ugye, hogyha középpályán hatosban voltam, akkor, és nem úgy helyezkedtem, akkor legtöbbször háttaláltam a pályának, mert béna voltam, én voltam béna, mert egyszerűen az rögződött be belém gyerekként, hogy add már a labdát, és futottam a labda felé, és közben pedig egyáltalán nem így kellene csinálni. De hát ez ugye a tapasztalat, meg az évek, amit ugye eltölt az ember a pályán, és ugye az jön. Hátul viszont meg pont az, hogy én vagyok az utolsó ember, látok itt a City esetét, azért egy ilyen hiba megpecsételi az ember sorsát, független attól, hogy előtte hogy teljesít. Lehet nézelődni hátulról, annál jobb a kilátás. Egyébként eszembe jutott itt közben, hogy hány nyelvet beszélsz összesen? Hát perfektül magyarul beszélek, vagy magyarul sem volt már az, hogy megakadt a nyelvem, de igen, spanyolul azért beszélek, angollal sincsen probléma, meg németül azért nem adnak el. Szép. Magyar. És ez mennyiben segített téged a pályán, mert most a legutóbbi nyilatkozatait közül nyilván még az MTK-s mostani visszatérésed utániakat láttam, ahol egy portugál, egy dél-amerikai játékos nagyon hálás volt azért, hogy van valaki a csapatban, aki tudja neki fordítani azokat a dolgokat spanyolról, hogy mit kell csinálni, mit mondott az előbb az edző, szóval ezt gyanítom, hogy azért tudtad hasznosítani több helyen. Igen, hál' Istennek tudtam, viszont az elején meg pont ekkora hátrány volt, hogy nem tudtam beszélni Spanyolországban az elején, pont ezért nem engedtek játszani, hiába voltam az edző állítása szerint megfelelő tudású a kezdő csapathoz, de azért nem rakott be, mert a hang ugye gyorsabb, mint a labda, és hogyha nem tudok utasítást adni a társamnak, akkor egyszerűen nem tudnak használni. Akkor ez egyébként most kicsit már belemerülve azokba a témákba is, amikről beszélni akarunk, de csak belekapunk egyelőre, akkor valós probléma az, amit az ember szerintem talán elsőre el sem hinne, hogy a Liverpoolnál Darwin Núñez nem érti az edzői utasításokat, és ezért nem azt csinálja a pályán, amit Klopp kért tőle. Így van, hallottam én is a problémáiról, és tökre azonosulni tudok vele, meg egyet tudok érezni vele, vagy együtt tudok vele érezni, mert ez nem könnyű. Amikor körülöttem akarva, akaratlanul az öltözőben a játékosok felnevetnek valamin automatban, azt gondolod, hogy rajtad nevetnek, vagy nem tudom, azért ezek nem segítik se az önbizalmat az emberben, se pedig az adott pályafutását. Nem segítik. Szóval. Hát átvitt értelemben is, meg szó szerint is egy nyelvet beszélnek, igen, hogyha így van. De azért mondjuk az Aragózában már voltak légiósok rajtad kívül is, nem? Vagy nem klikkesedtek úgy az emberek, hogy akkor az angolul beszélők és esetleg a spanyol anyanyelvűek? De voltak, de igazából edzés közben mindenki spanyolul beszélt, és a spanyolok, akik beszéltek angolul, azok nem nagyon segítettek. Bár abban az időszakban én sem beszéltek túl jól angolul, úgyhogy nem is nagyon lett volna segítség. Viszont erre Németországban, amikor kint voltam, nekünk automódon megtiltották a Megyeri Balázsot a csapattársamként, Fürthben, hogy mi magyarul beszélgessünk kint az öltözőben, és még angolul sem engedték. Szóval meg kellett tanulnunk németül. És nem ülhettetek egymás mellé az ebédlőben sem? Nem lehetett se angolul beszélni, se magyarul. Nem szabadott. És annyira jó volt a klubnak a gondolkodása, meg a felépítése, hogy mindenki mellé egy német tanárt utasítottak ki, elkezdték tanítani, és azt mondták, hogy mi álljuk, nincs ezzel semmi probléma, az anyagiakat mi rendezzük, mármint a klub, de mind egy adott időszakonként volt egy teszt, amit meg kellett írni. Ha azon átmentél, akkor fizették tovább. Ha nem, visszamenőleg is ki kellett fizetned ezeket. Alapvetés ez ma? Az MTK-nál, hogyha jön egy dél-amerikai spanyol anyanyelvű játékos, akkor az angol, gondolom a közös nyelv, az alapvetés, hogy neki kell egy német tanár? Vagy német? Igen. Nem akartam ráugrani azért, mert ha én hibázok, akkor nyugodtan vissza fogom kapni. Nem, most már azért a mai világban szerintem az angol a közös nevező a pályán, úgyhogy angolul szerintem azért illik beszélni. Erről kettő sztori jutott egyébként eszembe, amit az előbb mondtál. Az egyik az hollandiai, szintén egy nagyon kedves állandó vendégünk, Fehér Csabi mesélte, hogy
holland csapatban, amelyikben lehet nagyjából tudni a PSV-ben, akkor játszott ott mindenfajta praktikákkal, próbáltak a brazil játékosok kiselezni az angol tanárt, hogy hogyan tudjanak elmenekülni az órára. A másik az meg egy személyes tapasztalat, hogy egyszer kint jártam Münchenben, és az egyik bajnokok ligája meccs után az akkor már visszavonult Lizarazut sikerült meginterjúvolnom, és az első kérdésem az volt, én akkor azért sokkal jobban beszéltem németül, hogy csinálhatjuk-e németül az én... Ő aztán egy hangot nem tud németül, tehát hogy a Bayernnél meg ez nem volt elvárás, mert azt mondta, hogy ott az angollal ők teljesen jól el voltak a csapaton belül, 11 évnyi Bayern szereplés után azt mondta, hogy köszönni nem tud németül, tehát hogy ez... Úgyhogy csak arra gondoltam, hogy ez azért nem mindenhol elvárás. Tehát van, ahol mondjuk nyilván annyira multikulti, meg... Nem, ezért hoztam én is két példát, hogy ez volt Németországban, ez pedig Spanyolban. Úgyhogy, De csak azt mondom, hogy Németországon belül is még vannak, tehát vannak ezek a nyilván nagyobb klubok, ahol valószínűleg sok nyelvű az öltöző ahhoz, hogy teljesen egy... Ez egy picit vissza is ugrik, meg ehhez is kapcsolódik, hogy ugye te balassagyarmati vagy, ami határváros, ott nem volt erről szó. Egyrészt arról, hogy te bárhova Szlovákiába átjárjál, bármelyik akadémiára, vagy arról, hogy magyarul és szlovákul is tudnál esetleg. Nem voltak szlovák akadémiák még, nem? Nem tudok róla, engem nem érintette ez. Uh-huh. Volt olyan, hogy a Balassagyarmat színeiben kimentünk tornákra, de ezek teremtornák voltak. Aha. Ezért mondom, mert ez szokott lenni, hogy ha közel van egy határhoz, akkor inkább mennek közelebbi másik országbeli városba tornákra, és akkor ott meglátják, és hirtelen már arról van szó, hogy kinnevelkedik egy játékos. Nem, csak ilyen tornákra jártunk télen leginkább. Még annyi emlékem van Szlovákiáról, hogy oda jártunk át az adott iskolámnak, sportiskolába jártam. Szerződve volt kint egy úszodával, mert akkor még gyarmaton nem volt úszoda, és oda jártunk át úszni. Uh-huh. És mi az, amit így Balassagyarmatról hoztál? Tudom, hogy ez most nagyon ilyen irodalmian hangzik, de mi az, ami szerinted belőled úgy megmaradt? Azért tényleg 15 éves korodig ott éltél, vagy 16 is. Igen, hogy mit hoztam? Ezt igazából talán azok tudnák megmondani, az otthoniak, hogy mi maradt meg belőlem, mert ugye én elég korán elkerültem. Én általános iskola negyedikes korom óta, én Pestre jártam busszal folyamatosan, és ide az MTK-hoz, a Vasashoz edzésekre. Igazából így telt a gyerekkorom, szóval én utaztam, én a buszon éltem. Akkor még nem volt ez a kettő út, és Vác felé jött minden járat, két órát ültem a buszon, csak fel, leedzettem, mentem vissza a busz megállóba, és mentem haza. És ez úgy nézett ki, hogy én reggel felkeltem 7:30-kor, 7:45-kor, 7:50-kor, pont át kellett mennem a túloldalra, ott volt az iskola, úgyhogy ez szerencsére nem kellett sokat sétálnom, így minden másodpercet megragadtam a pihenésre. Meg voltak az órák, utána én rohantam a nagyimhoz, vele ebédeltem, és ő vitt ki a busz megállóba, én ott felültem a buszra, és jöttem, itt edzettem, és akkor mentem vissza. 12 éves kort mondtál? Gondolj, negyedikes voltam. Most számolt ki, bocs. Igen. És te 12 évesen már ilyen céltudatos voltál, hogy én ezt szeretném csinálni, és ezért megéri, vagy akkor nem gondol az ember ilyesmire, hogy mit áldozol gyakorlatilag azért, hogy te focizzál? Nagyon nehéz erről beszélni, mert amikor az ember tudja, hogy miért küzd, mindig céltudatosan éltem. Tudtam, hogy hová szeretnék eljutni. Tudtam, hogy nekem az első állomás innen külföldre a Spanyolország lesz. Ha most a szójó értelmében meg nem nagy képűség, félre ne értsetek, nem erről van szó, de szerintem annyira már megismertetek, hogy nem erről van szó. De ha a Manchester City-en ide értem, vagy nem a Manchester City, hanem a Manchester, vagy akárki másik ország. Nem a City-nél akkor volt. Igen. De ha Milán azért, akkor elgondolkoztam. Vagy akárki más, nem. Én annyira céltudatosan Spanyolország felé orientálódtam, hogy nekem nem jöhetett szóba semmi más, csak Spanyolország. Az akkori ügynökeim tudják is ezt, és nekem Oroszországban elég komoly megkeresésem volt akkor, amikor az első évemet játszottam itt az MTK-ban, és azonnal mondták, hogy nem, mert a gyerek olyan szinten orientálódik arra, hogy nagyon. 12 éves korodtól, vagy ez később? Igen. Onnantól már tudtam, hogy én Spanyolországban szeretnék, és semmi más nem lögett a szemem előtt, csak ez. De visszakanyarodva, bocsánat, az elejére, hogy ugye ez mennyire nehéz. Szülők otthon,
akkoriban még nem volt mobiltelefon, nem egy igazán mindenem megvolt, de nem egy igazán tehetős családból származom, magyarán nem volt mobiltelefonom, hogy hazatelefonáljak, hogy figyelj, anyu, az 5.30-as, tényleg így volt, az 5.30-kor induló buszon vagyok rajta, vagy a 7 óra 5-kor indulón. Ők lejöntek a buszmegállóba, ha rajta voltam, ha nem, akkor nem. Szóval azért ők is most így szülőként, tudjátok, vagy tudod, nem tudom, bocsánat van. Nekem nincs semmi. Nincs, oké, és akarsz? De barátok. Célzást hozzá. Szóval igen, ez szülőként megélni ezt, hogy egy 10x elejét taposó években lévő gyerekem vagy fönt van a buszon, vagy nincs, vagy leszáll, vagy nem száll le, semmit nem tudnak rólam, azért ez nem könnyű. És ráadásul ugye feljönni Pestre minden barát otthon, az igen, főleg amikor össze kell logisztikázni a két gyerek minden edzését, na mindegy, csak igen, úgy zárójelbetében jegyeztem meg. Na, térjünk át az El Clásicóra, nem? Nem, bocsánat, csak még egy utolsó dolog, mert a ligás spanyolosként érdekel, hogy, hogy miért a Liga? Hogy miért Spanyolország felé küzdötted magad? Én ugye már időszámításunk előtt voltam ott kint, már szinte a teljes generáció kicserélődött, szóval... De akkoriban én úgy gondoltam, hogy az a technikás futball, ami ott van, az vagyok én, és azt szeretem. De ne 12 az... évesen? Igen, már akkor én oda orientálódtam, igen, azt szerettem. Ne hülyéskedj. Ez volt. Mikor voltál 12 éves? Hát most nem. 20, pontosan 20 éve. Nem. Most, hogyha azt mondanád, hogy játékosokról kellene beszélni, hogy ki hogy játszott, nem biztos, hogy tudnék mondani. Mert így gyerekként nem egy adott játékost figyeltem, mert volt egy olyan elképzelésem, hogyha nekem van egy példaképem, attól jobb nem tudok lenni. Uh-huh. És mindig úgy voltak az adott korosztály, vagy adott szakasznak a legjobbjai, Ronaldinhótól kezdve visszamenőleg Puskásig. És mindig a legjobb dolgokat, amiket én láttam, azt próbáltam elnézni, és a saját játékomba beépíteni. Aha. Persze szerettem volna olyan lenni, mint ők, de akkor mindig az a gondolat volt a fejemben, hogy talán nem tudnék jobb lenni, mint ők, mert akkor csak másolom őket, és igazából ők az eredetiek, én viszont egy kopi vagyok. Wow. És akkor mi lett volna az álmaidban a végállomás? A csúcs? Igen, hát most kirázott a hideg, mert mindenki szerintem azt várja, hogy a Barcelonát mondjam, vagy a Real Madridot. Nekem nem, nekem mindig az Atletico Madrid, vagy egy Valencia, Sevilla. Nekem ezek voltak azok, amik az a családias légkör, ami van az Atletico Madridnál. Nekem volt csapattársam a Gabi, utána nagyon sok Kaptál is egy meszt, nem is olyan régen. Igen, igen, nekem mai napig kapcsolatban vagyunk, és beszélgetünk, szóval jó barátok vagyunk, ha találkozunk, akkor azonnal elmegyünk ajánlni, meg minden ilyesmi. És ő mondta, hogy az a klub, de én már akkor is oda szerettem volna menni, hogy ez egy ilyen nagy családos, ez egy, ugye az MTK-ból jövök, és ott ezt tudni kell, hogy az MTK az ilyen. Egy család. Hát az biztos, hogy a Real Madridnál vagy a Barcelonánál nincsen kegyelem, hogyha te egyik héten rosszul játszol, akkor onnantól... Azért itt is meg van követelve a jó teljesítmény, sőt, ráadásul persze. De igen. Teljesen más a hangulata. Jó, rátérhetünk az El Clásicóra. Ja, nem, nagyon érdekes volt, de én csak azt gondoltam, hogy ezeket bele tudjuk építeni itt az egyéb részekbe is, mert sok minden van, amiről érdemes beszélni itt, akár az El Clásicó kapcsán is. Hát itt ugye megint csak arról beszélünk, hogy a világ az epekedve várta már ezt a meccset, mert most ráadásul még a két csapat pozíciója is az diktálta, hogy erre kell figyelni mindenkinek. Első benyomás erről a meccsről? Egy szóban? Hát akár. Sima? Csalódás. Csalódás? Nekem csalódás. Na. Én a simát mondtam volna, hogyha egy szóban kell válaszolni. Számomra csalódás. Nehéz így megfogalmazni, meg tudom, hogy... Ugye spanyol párti vagyok én is, de viszont megnéztem ezt a City Manchester, vagyis Liverpool City, uh-huh. Bocsánat. Uh-huh. Nekem az néző szemmel sokkal izgalmasabb, sokkal látványosabb volt. És talán így hasonlítanák, nem mondanék semmiről a pro-kontrát. Azt hiszem, befejezhetjük az adást. És ez nem a spanyol, köszönjük szépen. Ez egy mérkőzésről beszélünk, ugye.
Barcelona. Ezt mindenképpen vágjuk ki, ezt a gondolat használt. Bocsánat, de azt mondtátok őszintén kell beszélni. Nem, visszatérve rá, a Barcelona ugye nem régi önmagában tündököl az elmúlt időkben, elkezdődött egy folyamat, egy építkezés, amiben szerintem jóval előrébb tart, mint a Madrid. Most jelen esetben a rutin és minden más ugye a Madrid oldalán van, ezt láttuk is a mérkőzésen, hogy igazából Barcelona tartotta a labdát, de nem azokon a területeken, amiből veszélyes tud lenni. A Madrid pedig tudta ezt, hogy nyílnak mögöttük a területek, és el is döntötték a meccset, nem is volt kérdés szerintem. Nem tudom, hogy itt beszéltük-e mostanában, vagy pedig valamelyik stúdióban, hogy az mennyire fontos lehet, hogy bár a Barca itt a szezon elején nagyon jól nézett ki, meg rugdosták a gólokat, meg a bajnokságban eddig a fordulóig egyetlen gólt kapott a Barca. De hogy hiába Lewandowski, hiába Busquets, úgy tűnik, mintha a nagy pillanatokhoz továbbra is az lenne igaz, hogy kell a rutin is. Abban, hogy te az éles pillanatokban milyen teljesítményt tudsz nyújtani, és ez még akkor is igaz, hogy Ancelotti pedig mindig azt szoktam mondani, hogy tavasszal kell jól játszani. Igen, de ez egyébként, hogyha már rutinról beszélünk, akkor ez nem igaz az edzői munkára is? Tehát, hogy az Ancelotti és Xavi közötti rutin is kiütközhet, mert ezért most nagyon sokat olvastam olyan elemzéseket, amikben azért erősen kérdőre vonták Xavit, hogy ugyan miért ezzel a kezdőcsapattal állt ki. Még a meccs előtt meghallgattam egy podcastot, amiben az ESPN-en szakértő Zabaleta mondta azt, hogy az a teljes ostobaság az ő számára, hogyha Rafinhát és Dembélét egyszerre küldi pályára. Mert hogy ők egyszerűen nem férnek meg egyszerre a Barcelonában, de ehhez képest ez megtörtént. Igen, ez többször is előfordult már. Nem gondolnám, hogy Xavi kisebb edző lenne, mint a Real Madrid trénere, de igen, hogyha most így a mérkőzés számokat tekintve nézzük, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyobb tapasztalat az ott van a Madrid oldalán, a pályán is és pályán kívül is. Ez egy folyamat része. Itt beszélhetünk, ugye a Pedri már azért évek óta ott játszik, azért nemzetközi tapasztalattal is bír, de azért nem egy Modric, meg nem egy Kroos még. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ez egy olyan projekt a Barcelonánál, ami kifizetődő, viszont meg kell várni azt az időt, amit erre rá kell szánni. Ki lehet menni úgy egy meccsre, hogy te ezekben a legélesebb helyzetekben már rutinos vagy, mert nyilván aki Real játékos, aki Barca játékos, aki a La Ligában játszik, van rajta nyomás. De mégiscsak más az, hogyha pályára lépsz egy adott évnek egy bármilyen bajnokián, ahol persze jól kell játszani, de még ez is megtízszereződik akkor, amikor mondjuk egy klasszikó jön. Te is játszottál mondjuk a válogatottban olyan meccseken, ahol nagy volt a tét, mert az a válogatott. És mégis akkor erre jön egy olyan meccs, ahol mit tudom én, a pótselejtezőben Norvégiát kell verni, ahol ott vagy az EB-n és az első csoport meccsen, Ausztriát, a másodikon, nem tudom, Portugáliát, kéne valami. Izlandot. Izlandot a harmadikon, Portugáliát. Szóval van ilyen, hogy még plusz teher? Lehet úgy kimenni egy ilyen meccsre, hogy te már kevésbé izgulsz? Ha azt a kérdést tennéd fel, hogy visszamennék az időben a 18 éves testembe ezzel a fejjel, azonnal azt mondanám, hogy igen. Mert a tapasztalat szerintem, ami jön, itt a Kroos, Modric, ezeket ők tudják koordinálni, úgy értem, hogy tudják irányítani szerintem, és fel vannak készülve sokkal több dologra a pályán. Volt egy olyan szitu, amikor a Barcelona nagyon nyomott, és volt egy előreívelt labda, és a Benzema elveszítette, és azonnal szólt hátra, hogy nyugodjatok már meg, nincs nálunk a labda, kicsit nyugi van. És az eredménytől független. Tranquil. Szóval ez az a rutin, ez az a tapasztalat, ami jön az évek során. Döbbenetes, hogy néhány játékosnak egyébként ez már így fiatalon is megvan, és gyanítom, hogy a Reálnál pont ezért jó abban a közegben lenni, ahol ott van Kroos, Modric, Benzema, mert Fede Valverdének például halatlan, hogy minden ilyen meccsen szükség van rá, mármint a nagy meccseken mindig őt játszatja Ancelotti, és egyszerűen ebben az évben meg robbant egyet a támadásban is.
Igen, ez így van. Vannak olyan játékosok, akik nyomás alatt tudnak nagyon jól teljesíteni, viszont van az ellenkező oldal is, aki nyomás alatt összetörik, vagy megroppan. Hát nála pont pozitív dolgokat vált ki belőle. Egyébként csak egy érdekes jelenet, amikor Valverde gólt szerezte, ugye ez volt a második mérkőzésen, nem tudom mennyire figyeltétek, hogy szerintem látványosan duzzogott Benzema, hogy nem passzolta tovább a labdát neki, hanem előtte, és Valverde meg Benzema hozzalat oda elsőként ünnepelni, nem a gólpasszadó játékoshoz. Tehát, hogy ott elég érdekes ilyen csapatdinamikák vannak azért, meg látszik, hogy ki jelen pillanatban hol tartózkodik ott a hierarchiában. Amikor Kompaninak kiabált, hogy ne lőd, és lőd belőle egy pipát. Hát ez képest ugye Benzemának is egész jó meccse volt, és ma, ha minden igaz, mire egyébként sokan meghallgatják ezt az adás, már aranylabdás lesz, úgyhogy jogosan, nem? Hát igen, úgy gondolom, hogy mindent megtett érte, amit lehetett. Amíg Lewandowski is azt mondja, hogy nem kérdés, akkor tényleg nem kérdés. Jó, de egyébként, ha már Lewandowski, és hogyha erről volt szó, hogy nagy karakterek, nagy meccsek, ugye most szerintem egy kicsit igazságtalanul megkapja azt a kritikát Robert Lewandowski, hogy ő nem a nagy meccsek embere. Itt a tegnapi mérkőzésen éreztetek ilyet? Hogy itt az első El Clásico terhe az összenyomja őt egy kicsit? Nem, igazából én a Barca játékosokon azt éreztem, hogy nem igazán tudtak a szerdai BL mérkőzés alól kifrissülni, meg teljesen elengedni azt a dolgot. Több nyilatkozatot én is olvastam, mindenhol azt nyilatkozták, hogy csak az El Clásico, meg minden csak a Real Madridra fókuszálnak, de játékosként ugye ez nagyon kívülről nagyon könnyű azt mondani, hogy persze, meg a futballistának ez a legkönnyebb valahol, hogy ugye jön a soron következő, ahol úgy szintén egyből tud javítani, de azért ezeket nagyon nehéz megélni. Hát főleg úgy, hogy egyébként technikailag kiestél a Bajnokok Ligájából, igen, mert nyilván nem számol senki azzal, hogy az Inter kikap a Pilzentől. És ez, amit mondasz, hogy oké, a következő meccsre koncentrálunk, de ez csak ott van az ember fejében folyamatosan, hogy igen, de hát akkor ez azt jelenti, hogy tavasszal mi valószínűleg az Európa Ligában fogunk futballozni, amit nem tudsz félretenni egyik napról a másikra, nem? Így van, és voltak olyan játékosok, akik azért nem léptek le idézőesen a Barcelonából, mert olyan helyekre, mert szerintem tudjátok, hogy kiről beszélek. Mert nem akartak, mert a BL-ben akartak játszani. Igen, egyébként ezt így hallottam már többször, hogy a sztárfutballistáknak a legnagyobb ellensége az Európa Liga, mert az azt jelenti, hogy a csütörtöki meccsek miatt mindig vasárnap játszol, és nem kapsz pihenőnapot a hétvégén. Főleg a családosoknál szokott ez problémát okozni, ahol, hogyha mondjuk szombati meccs van, akkor ugye gyakran a vasárnapot azt eltöltheti a családjával, így viszont az esélyed sincsen meg rá, mert... Igen, de amúgy ezeknek szerda szombatban meccsek vannak, vagy esetleg csütörtök vasárnapban, nem nagyon van szerintem pihenő. De utazás, regenerálás, azért... Nincs nagyon esély. Mint a gépek. Olyan, mondjuk azért azt halkan teszem hozzá, hogy a Real ugye egy nappal korábban játszott a BL-ben, tehát egy nappal többet tudott pihenni, most nyilván nem ezen múlik, de azért ez is valahol közre játszik. Egyébként valamikor, ez nem a mostani szezonban volt, még Cicó mondta, Cvitkovics Peti, hogy ha egy játékos belekerül egy ilyen negatív spirálba, és ez még inkább Lewandowskihoz, akkor könnyen előfordul vele, hogy valahogy ez így belemászik az agyába. És azért egy jelenetből megint a szurkolók akár levonhatnak következtetéseket, meg megtámadhatják, nyilván ez nem egészséges dolog, de most is a Real ellen akár les lett volna, akár nem, neki volt egy zicsere, amit nagyon közelről nem tudott belőni, és az utóbbi hetekben azért ez többször előfordult, hogy a Bayern ellen remegett meg a lába, az Inter ellen követelték volna tőle, hogy még többet tegyen hozzá. Szerintem ez nem volna semmit az érdemeiből, inkább fejben kell egy kicsit visszatalálnia itt a góllövésnek az ösvényére, viszont megint csak az a helyzet, hogy itt viszont az, hogy nincsen megállás, az nem segíti a játékos. Tehát itt most a VB-ig konkrétan nem lesz semmiféle megállás, és akkor jönnek ilyen Villarreal elleni undorító mérkőzések, ahol a Barcelona egy valószínű, hogy a 16-os vonaláig sem kijövő Villarreal ellen kell majd, hogy megpróbálja föltörni a kaput. Úgyhogy ez szerintem a legrosszabb kor, a legrosszabbul jött ki Lewandowskinak is, és nyilván a Barcának is, mert az Európa Liga az meg hiába lesz idén kiemelkedően erős a kieséses szakasznak a mezőnye, nem tudom,
Juventusokkal talán, meg Barszákkal, meg ki tudja még kikkel. Igen, egyébként föl bekerült a vázlatba, nem tudom, te írtad-e bele, Doma, vagy Bence, ezt a középpályás kérdés. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azért az látszik, hogy Busquets Pedrivel és Gavival elég jól működik. Itt most ez is ugye itt az összeállítás kapcsán felmerült, hogy érdemes volt bele nyúlni De Jong kedvéért? Hát így a meccs után beszélve nem. Kicsit, hogyha én belenyúlhattam volna, lehet, hogy máshogy nyúltam volna bele, de így már könnyű okosnak lenni a mérkőzés után. Ugye Busquets hibázott egy nagyot a BL-ben, egy eladott labdából gólt kaptak, lehet, hogy benne volt a fejében, azért ezt még mérlegelnie kellett volna a Xavinak. Hát meg itt egyébként, ha már Busquetsről beszélünk, és ez abszolút a te egyik, ahogy beszéltünk róla, az egyik posztodnak a sajátosságait szerintem mutatja, hogy itt azért az viszont tökéletesen működött, hogy Modric ilyen szinten folyamatosan ott volt Busquets nyakán, és akadályozta. Hiába az, amit mondtál, hogy hiába volt a labdabirtoklása a Barcelonának, az a pálya olyan területein történt, ahol semmifajta veszélyt nem jelentettek a Madridra. Így van, a Madrid tudta ezt, hogy hol lehet és hol nem engedni őket játszani. Ugye a Busquets az El Clasicón is szerintem benne volt az egyik gólban, ugye a Kroost egyszerűen nem bírta megállítani. Hogyha máson ott kicsit gyorsabb lábú vagy léptű, akkor lehet, hogy nem lett volna ez a probléma. De nem szeretek ilyen beszélgetésekbe belemenni, mert Xavi előtt tisztelgek, meg emelem kalapom. Persze, de edző is, ez olyan, mint amikor egy 11-es után, ha kihagyja valaki, akkor hibáztatott, hogy miért. Nem, szerintem nem szabad. Szerintem, aki kihagyja a 11-est, ő tökös. Igen. Ez most az EB döntőn, ugye, aki Szakát szitta, annál az elsődleges indok, vagy az elsődleges ellenérv az, hogy de ő odaállt egy ötödik büntetőhöz egy EB döntőben. Így van, így van. Szóval én nem szeretnék minősíteni senkit, sőt, emelem kalapom előttük, biztos nem könnyű nekik, meg amiket mi látunk a hírekből, meg ugye a pályán azért a siker az ennyi, a munka, meg az izzadás, hogy minden más az jóval több. És ugye, hogy zárt kapunk belül kell megoldani nekik a dolgokat, nem szeretnék minősíteni senkit, biztos ők benne, hogy a legjobbat akarta kihozni ebből a csapatból Xavi is, meg Busquets is a legjobbát akarta nyújtani. Inkább a másik oldalról fognám meg, mert gyanítom egyébként, hogy Xavi azért tette föl De Jongot, mert talán ő védekezésben többet tud adni, mint Gavi. Bár Gavi meg, ezt most már többször beszéltük, hogy ő valahogy még egy klasszikón is úgy megy oda minden szerelésbe, meg úgy megy oda minden párharcba, hogy simán rugdossa a Modricokat, Kroosokat, neki az nem fáj, de hogy ez volt a kulcs szerintem is, hogy Modric nagyon figyelt Busquetsre, és a második fél időben volt látványos, amikor talán kevésbé játszott jól a Real, hogy utána Pedrit és De Jongot is gyakorlatilag majdnem egy az egyben fogta Kroos és Tchouaméni, még úgy is, hogy Tchouaméni képes volt kilépni a saját védekező középpályás pozíciójából azért, hogy minél közelebb legyen Pedrihez. Így van, én is azt láttam. És ugye biztos sok helyen hallom, hogy mennyire kérdés ez, hogy Casemiro tudja pótolni. Szerintem nem ez lesz majd a nagy kérdés, hanem majd, hogy Kroost meg Modricot ki fogja pótolni a későbbiekben, mert a Barcelonánál viszont ezek a kérdések már nem biztos, hogy fel fognak merülni. Igen, szóval visszakanyarodva az első gondolatra, én személy szerint lehet úgy játszottam volna, és talán jobb lett volna, hogyha De Jong lett volna a védők előtt, és Busquets nem biztos, hogy pályára lépett volna, hogyha én vagyok a mester, de nem vagyok, és biztos, hogy benne, hogy Xavi jobban látja, mint én. Hát most lehet, hogy jön egy fordulópont. Azért azt láttuk már, hogy mutogattam, akivel találkoztam, azt a Movistaros gyűjtést, hogy a Mallorca ellen Piqué szegény kezdenie kellett, de az évelej óta nem nagyon játszik, és a Movistaron kijött egy ilyen, hát ők szeretik ezeket összevágni, hogy gyakorlatilag a 20. perctől kezdve szenvedett a Vádliával, és úgy próbálta nyújtani, ahogy csak tudta. Nem akart javulni az a Vádli, és a meccs végén még ünnepelni se volt ereje azt, hogy 1-0-ra legyőzték a Mallorcát. Szóval Busquets nyilván más állapotban van, mint Piqué, de valamikor el kell jönnie annak a pontnak, hogy meg kell húznia egy ilyet Xavinak, hogy akkor most Busquets marad ki a kezdőből fontos meccsen is. Hát ez még nem az volt.
Igen, mert nyilván itt azért 30 fölött már valószínűleg ez az a terhelés, amiről beszéltünk, ez egyszerűen nem fenntartható állandóan, kivéve, ha nem hívnak Modricnak. Igen. Mert ott az számomra teljesen döbbenetes dolog, ahogyan Modric még meccsről meccsre mindig tudja hozni azt a, nem tudom, passzámot, futás mennyiséget. Teljesen elképesztő számomra is, amit művel. De ez egyébként, tényleg ez, mit gondolsz, ez genetika, vagy létezik annyi edzés mennyiség, amivel ezt lehet fenntartani és kompenzálni, hogy a tested azért csak valamikor jeleznie kéne, hogy ez elég. Biztos vagyok benne, hogy nagyon ismeri a testét, mert szerintem az egyik legfontosabb, hogy profi szinten ismerd a tested, és tudja, hogy mi kell neki, ha éppen pihenés, akkor pihenés, és szerintem ott azért ebben segítenek neki, meg partnerek abban, hogyha szól. Bár nem hinném, hogy szól. Tényleg, itt szokták Pintus szerepét, aki az erőlőti edzője a Real Madridnak, és a legtöbbszörös Bajnokok Ligája döntő résztvevő megemlíteni. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert vele meg a nemrég sajnálatos módon elhunyt Van Trolléről is olvastam egy cikket, ő a Tottenhamnek volt az erőlőti edzője Conte irányítás alatt, és még korábban Conténak volt a Juventusnál, és mind a ketten abban hisznek, és kíváncsiak, hogy neked a pályafutásod során melyik irány volt a leginkább domináns, hogy a száraz futások nem kiválthatóak. Tehát, hogy nagyon sok, például lehet azt hallani, nagyon sok klubnál már álltátok arra, hogy csak labdás edzések, meg egyéb erőfejlesztés, de mind a kettő egyébként egymástól független és nagyon komoly szakember, az abban hisz, hogy futni kell, mert az állóképességet azzal lehet megteremteni, labda nélkül. Így van. Szerintem a mai világban a futball olyan szinten elment az atlétika felé, hogy nagyon fontos a szárazfutás, az erőlét megszerzése, amit nem feltétlen csak a labdával, hanem éppen a konditeremben tudják megteremteni, vagy előteremteni, meg csinálni, mert ha nincs előkészítve az izom arra, hogy kint egy hihetetlen nagy munkát kell letennem az asztalra, akkor a sérülés lesz belőle. Tehát akkor nem csak meccs szituációkkal tudsz készülni meccs szituációkra, hanem igenis bele kell tenni azt az alapozó munkát. Nem, ez ezen felül, gondolom. Uh-huh. Ezen felül. Szóval sokkal több munkát kell beletenni, mint gondolom én régen, mert nem abban áll szerintem egy edzés, hogy megjövök edzésre fél órával előtte, átöltözöm, kimegyek, leedzem, és utána megyek. Uh-huh. Hanem készítem a testem az edzés előtt, edzés után, külön ugye játékosok hallani, hogy egy adott játékosnak egy kimondott adott erőléti edzője van, aki személyre szabott programmal építi a játékost. Én úgy gondolom, hogy a mai futballban ennek, ha nem az első helyen, de ott van az első között a lépcsőfokokon. Tehát azért is tuti, mert beszélhetünk Pintusról, de valahogy Modricnak nincsen sérülése, Eden Hazardnak meg nincsen nem sérült momentuma az elmúlt 5 évben. Én ugyanannál a stábnál dolgozva végül is valamilyen szinten. Igen, 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 igen. És ezért mondom azt, hogy azzal értek egyet leginkább, hogy ez magán a játékoson múlik, hogy ebbe mennyi energiát meg időt fektet. De itt akár Modric mellett mondhatnánk Cristiano Ronaldo-t is. Tehát abban szerintem biztosak lehetünk, hogy Ronaldónak gramra ki van mérve minden egyes dolog, amit ő bevisz a szervezetébe, hogy ez tökéletes legyen, és hát ő is játszik azért még egy dolog, hogy most éppen hogyan, vagy az adott szinten hogyan, de attól függetlenül tökéletes erőállapotban van. Azt nem lehet elvenni tőle. Na, Atletico Madrid, ha már szóba került, hogy az egyik lehetséges kedvenc célállomás. Ezt hadd kezdjem én, mert jogottam. Tök érdekes dolog van itt az Atletico-val kapcsolatban, hogy a bajnokságban idegenben 15-ből 13 pontot begyűjtöttek, otthon a 12-ből 6-ot. Nagyon-nagyon furcsa, hogy idegenben sokkal jobban megy az Atlétikónak, és ez azzal kapcsolatban igazán furcsa, hogy voltak összetűzések most már itt a szezon elején. Egyszer Hermosónak hát majdnem tetlegességig fajult a szóváltása a kapu mögötti szurkolókkal, az ultracsoporttal. Nagyon furcsa kapcsolata van most a lelátó egy részének, ezt megint csak hangsúlyozom, Simeonéval. Fújolják, fütyülik Joao Félixet, aki nem váltotta be egyelőre a hozzáfűzött reményeket, és Depault szokták még elővenni a szurkolók, és őt is fütyülik. Te éltél már át ilyet? Van ilyen forgatókönyv, hogy szívesebben jár idegenbe egy csapat, mint hogy otthon legyen?
Nem. Még hál' Istennek nem értem át ilyet. Nem, engem, vagyis az adott csapataimat mindig biztatták a szurkolók. Zsóf Félix esetére visszatérve, Simeone mindig jobban szerette azokat a játékosokat, akik ugye a védekezéshez is hozzá tudnak tenni. Ő talán kevesebbet tud hozzátenni, hogyha egy lapon próbáljuk említeni most Griezmannnal, akinek ugye megoldódott a problémája, vagy nem a problémája, de egyenesbe került az ügye. Igen, nem csak 30 perceket tud játszani most így már. Így van, hanem folyamatosan tud játszani, látjuk is, ugye most is az ő jogójával tudtak nyerni, eredményesek lenni. De bocsánat, ez egy kicsit ilyen ördögi körre alakult, nem? Mert hogyha Griezmann ennyire alapember és ennyire biztos a csapatban, azzal azért egy kicsit elszívja a levegőt Joao Félixről is, akinek nem fogja tudni ugyanazt az önbizalom szintet visszahozni Simeone, hogyha nem ad néha Griezmann kárára is lehetőséget neki, nem? Igen, pont erre próbáltam utalni, hogy ugye ő az, aki inkább beleillik Simeonének a filozófiájában, ebbe a védekező, törtető, az utolsó ember is visszajön védekezni, hogyha kell. Zsóf Félix inkább ez a zseni, persze nem levonva a tudását, vagy leminősítve a tudását Griezmannnak, de ő az, aki inkább ilyen egyénieskedő. Griezmann meg ugye tudjuk, hogy évekkel ezelőtt is már azért tett le az asztalra igen komoly eredményeket, meg igen fontos gólokat, meg igen fontos mérkőzéseken nagyon jól tudott szerepelni. Úgyhogy ez biztos, hogy nem viszi előre az ügyet. Viszont itt még egy dolog. Joao Félixnek szerintem szépen lassan valahogy egy picit benőhetne a fejelágya abból a szempontból, hogy még mindig nagyon-nagyon sok ilyen felvétel kerül ki, hogy amikor nem cseréli be őt mondjuk Simeone, ami előfordult a... Mi volt ez a Brügge meccsen most a Bajnokok Ligájában, csapkodja a meszt, rugdossa a kispadot, és akármennyire higgadt tud ilyenkor maradni Simeone, vagy hát fogalmazunk, hogy inkább a meccsre koncentrál, és nem arra, ami mögötte történik, meg nyilván ilyenkor valaki nem is engedi őt megfordulni, ne lássa, hogy mi történik mögötte. Szóval én ezt valahol João Félixnek tudom felróni, és nem csodálkoznék rajta, hogyha a következő nyáron ő már keresni azt, hogy eligazoljon az Atlétikóból, mert most jelen pillanatban nem látom azt, hogy átfordulna ez a helyzet, de azért ez, hogy negyedik éve, az, vagy ez még csak a harmadik az Atlétikónál, mindegy is, azért ennyi idő alatt az, hogy ezeken továbbra is kiakadjon, az szerintem egy éretlen gondolkodásra van valahol. Így van, úgy tudom, hogy a negyedik éve, de mint az előző mondataimban mondtam, Simeonének nagyon fontos ez a családi légkör. Elvárja a padon lévő játékosaitól, hogy ugyanúgy együtt éljenek, mint ő a mérkőzéssel. Magyarán, hogyha van egy ilyen játékosom, az nem biztos, hogy előre viszi az adott játékosnak a pályafutását az ő keze alatt. Úgyhogy amíg nem fog beállni a sorba, addig szerintem nem biztos, hogy jó irányba tud menni a pályafutása az Atletico Madridnál. Volt egyébként ilyen? Most ezen gondolkoztam, miközben erről beszélgetetek, hogy ezért 10 éve tart nagyjából ez a sikertörténet ott Simeonének az Atletinél. Akire így emlékeztek, hogy puffogott és nem fogadta el azt a szerepet, amit Simeone szánt neki? Azért csalóka ez, mert szerintem a Thomas Partey Lemar féle átigazolástól a 2018-as nyártól vehetjük azt, hogy Simeone támadó szellemű játékosokat azért vett, mert ő támadó focit akarna játszani. Nagyjából 17-18-ig az Atlético folyamatosan abban a szerepben tetszelget, hogy ő a kis csapat. Világos, de akkor is előfordultak ott Diego Costák, meg olyanok, akik egyébként nem könnyen kezelhető karakterek. Csak azt mondom, hogy nem emlékszem soha ilyenre, hogy akár egy ilyen videó is kijött volna, hogy valaki a csapkod, meg elégedetlenkedik, meg nem fog kezet, meg... Tehát, hogy ezek kerülték el a klubot. Nem, inkább. Én se tudnék említeni egy játékos sem. Az biztos, hogy most kifelé a sajtóban ez nem néz ki túl jól, hogyha van egy ilyen adott játékos, hogy elviszi teljesen a fejeket, szerintem az öltözőben is, mert mondom, nekem külső szemmel nézőnek mindig az Atlético Madrid ez egy olyan csapat volt, aki mindig mindenki minden egyes látszembe egy irányba hoz. Hát a Simeone ott marad, vagy ameddig Simeone ott marad, addig ez gyanítom, hogy így is lesz. Még egy játékosról, aki igazából miattad emeltem ki erre az adásra, Axel Witselt. Nagyon sok volt, és még most is sok a sérült az Atléticónál, ez valahogy
nem tudom, hogy miért zajlik náluk így, ahogy a Reálnál nem annyira zajlik, de a szezont úgy kezdték, hogy Jiménez sokáig sérült volt, és Witzel gyakorlatilag egy ilyen másfél héttel ezelőttig végig belső védőt játszott, úgyhogy ő korábban a karrierjében tudomásom szerint csak védekező középpályás volt, és most az utóbbi időben megint visszament védekező középpályásnak. Ezek szerint azért itt van átjárás a két poszt között a mai futballban, ugyanúgy, mint neked. Igen, igen. Most nem, megint a öregeszt. Észre sem veszem már. Igen, van átjárás. De talán pont azt emelném ki ebből is, labdával, hogy Witzel is alárendeli magát, az ő szerepét a csapatnak. Szóval, hogy ha egy adott játékosnak ott van, vagy egy adott játékosra az egy másik pozícióban van szükség a csapat, egy adott játékosra más pozícióban van szüksége a csapatnak, akkor ott kell teljesítenie. És gondolkodás nélkül Witzelen én pont az ellenkezőjét láttam, hogy próbálta a legjobbját nyújtani. És én is, ahogy említetted, én inkább előrefelé láttam a váltást hatos pozícióból, mint hátrafelé, de meglátta a mester is. Amúgy erre is eszembe, hogy szerintem azért van ez, hogy mindenki beáll Simeone mögé, mert olyan árcetli korábban senki nem volt, mint amilyen Félixen. Tehát az Atlétikónak sem volt korábban annyi pénze. Nyilván miután sok évig szerepeltek a BL-ben, utána már megengedhették, hogy ilyen játékosokat igazoljanak, de Kostán például nem volt olyan címke, hogy ő egy 50 milliós játékos lenne akár, de... Kicsit túlzásnak is érzem a 120-at Jean-Félix esetében, de mindegy, ez csak... Azért izgalmas ez, mert hogyha Ancelottinál játszana egy Jean-Félix, nem tudnám azt mondani 100%-ig biztosra, hogy ő amúgy nem egy 120 milliós játékos, mert hogyha ő hozná a gólpasszot, hogyha ki tudna teljesedni ebben a meg nem értett zseni dologban, akkor ő simán lehetne egy zseniális játékos. Nem véletlenül került rá az a 120 millió. Ő nem lehet, ő az is, ő egy zseniális játékos, de mint mondtam, hogy ez teljesen más filozófia, amit kérnek tőle. Akkor rossz helyre igazolt. Hát nem azt mondom, hogy rossz helyre igazolt, ott van 4 éve, de azért a gólokat nem termelte. És hát igazából tőle olyan... ezt várják el, meg az előkészítéseket, és azért nem említhetjük egy Cristiano Ronaldo magasságában, se gólok, se gólpasszok tekintetében egy Messinek, vagy Neymar, vagy akárki, ugye a nagyok. Mert a tudása talán, oké, nem Messi, meg Cristiano Ronaldo szint, de ott van az élbolyban. De egyébként, hogyha már itt tartottunk, amit mondtál Witzellel kapcsolatban, szerintem minden azért nagyon-nagyon könnyű az átkötés egy másik nagyon gyakran előhozott témára itt az elmúlt hetekben. Kylian Mbappére gondolok, akivel kapcsolatban egyébként nagyon sokan látták azt, amit Thierry Henry mondott a döntés estéjén. Ez ugye a döntésről úgy beszélünk, hogy kedden kitett egy közösségi média posztot Mbappé, amiből mindenki arra következtetett, hogy ő gyakorlatilag biztosan eligazol. Januárban becsapták őt, elárulták, nem azon a poszton játszik, ahol szeretne, nem azokkal az emberekkel. Hát maradjunk az alapproblémánál. Létezik ilyen, hogy valaki megsértődik, és azt mondja, vagy csak Mbappé esetében beszélhetünk ilyen státuszról? Látod, hogy létezik. Bár ezeket a zseniket nagyon nehéz kezelni szerintem egy adott helyzetben. Nem tudom, nagyon menni akart, ahogy még miatt megírta az új szerződését, vagy aláírt az új szerződését, gondolom, hogy minden megígértek neki, csak maradjon ott. És ugye megígérték neki a Lewandowskit, hogy Neymart eladják. Bár viszont hozzátenném ehhez, hogy nagyon sok cikket látok arról, hogy Neymar meg közötte egyre nagyobb a feszültség, viszont most hétvégén is azt láttam, hogy... Neymar nagyon sok zicselladdát adott nekik, amikkel nem tudott érni az Mbappé, viszont a Neymar gólpasszát az Mbappé adta, és egyből együtt ünnepeltek, szóval azért nem lehet tudni igazából, hogy mi történik a háttérben, de az biztos, hogy lejárató kampányt indított a klub ellene, és mindenféle probléma van most, meg melegszik a talaj a lába alatt, de úgy gondolom, hogy a klubnak mindenféleképpen pozitív addig, amíg a gólokat és a gólpasszokat termeli. Egyébként ez, amit itt beszéltünk, és ezt szerintem érdemes egy kicsit jobban kibontani, Witzel esetében, meg Mbappé esetében is,
van az a pont és van az a pillanat, amikor te is játékosként érzed, és már mondjuk kellően érett is, hogy ahhoz, és Mbappé borzasztó fiatal, de azért már most elég komoly nemzetközi futballmúlt van az ő fejében, gondolataiban, meg a lábában is, hogy azt mondod, hogy igen, én tudom magamról, hogy nem itt vagyok a legjobb. Akkor sem jelezheted az edzőnek, meg hogyha egyébként ekkora sztár vagy, hogy ne ott játszasson már mester, hát így nem fogok annyi gólt rúgni. Igen, itt megemlíteném az Orrinak az esetét, amit ugye nyilatkozott, én tökre vele értek egyet, szóval tök mindegy, hogy ki milyen kalapban van az adott csapatnál. Ha a csapat úgy követeli meg, akkor abban a szerepkörbe kell játszani. Ebből itt eszembe Ancelottinak a nyilatkozata, aki azt mondta, hogy széttépi az edzői licenszét, hogyha a Valverde nem rúg legalább 10 gólt ebben a szezonban, és hozza ki belőle, és úgy, hogy egyébként nem vagyok benne biztos, hogy Valverde mindig azon a poszton játszik Madridban, ahol ő szeretne, tehát szerintem ez egy viszonylag jó összehasonlítás, nem? Igen, igen, tökre jó. Csak ezt tudom mondani, hogy tökre hasznos az, hogyha ha egy játékos alárendeli a szerepét, az ő saját magát, az egyéniségét a klubnak, és úgy tudja a felszínre hozni, hogy az a klubnak legyen kifizetődő, nem pedig neki. Na de innentől kezdve... Vagyis azzal neki is, bocsánat. De itt Mbappé esetében abszolút a legfelsőbb polcról beszélünk. Tehát csak a legtehetősebb, leggazdagabb, legeredményesebb klubok engedhetnék meg maguknak azt, hogy szerződtessék, ha egyébként erről lenne szó. Ezek a legtehetősebb, legnagyobb befolyással rendelkező klubok akarnak egy olyan játékost, aki megmondja az edzőnek, hogy ő hol szeretne játszani? Tehát, hogy ez most nem zárt be bizonyos kapukat? Igen, én... Ha tényleg így történt, bocsánat, ez csak... Madridnál olvastam egy-két olyan megnyilvánulást, hogy nem nagyon szeretnék most már, mert nem akarnak feszültséget az öltözőben, és ezért nem szeretnék őt, de ebben te napra készebb vagy, és... Megfogadtam az elején, hogy nem szólalok meg Mbappé ügyben, mert már tényleg fölrobban a fejem az egész szöveg. Kérlek, ajándékozz meg gondolataidat. Januárban a Madrid képes segget csinálni a szájából azzal, hogy leigazol egy olyan Mbappét, aki nyáron faképnél hagyta a Real Madridot, akkor tényleg köpjenek föl és álljanak alá, hogy mondani szokták. Tehát, hogy igen, gyakorlatilag igen. Érthetetlen lenne a dolog. Na, igen. Doma, ezt a kis arrogáns oldaladat nem is ismertük meg. Úgyhogy beszéljünk még egy kicsit erről a témáról. Melyik csapatban tudnád elképzelni Mbappét? Mehet Liverpoolba, elvileg ez a kettő célállomás van, ami reális. De tényleg gondolj már bele, hogy becsukja az ajtót a Real Madrid előtt. Az utolsó pillanatban, azelőtt a Real Madrid előtt, amelyik évek óta üldözi, és Perez az elnök. Az a Perez, akinek én gyanítom, hogy még jó, talán a felesége az egyetlen, aki ott kontrollálni tudja. De hogy itt Mbappé úgymond nagyobbnak érezze magát ennél az ügynél, és azt mondja a Real Madridnak, hogy az utolsó pillanatban mégsem megyek oda, hanem a Paris Saint-Germainnél maradok, és januárban mégiscsak meggondolja magát, és hogyha innen leigazolná a Real Madrid, az nagyon-nagyon furcsa lenne. Hát láttunk azért furcsaságokat a nemzetközi futballban. Egyébként az is egy magyarázat lehet, vagy az is egy lehetséges magyarázat, majd mindjárt eldöntjük, hogy egyáltalán ezzel érdemes-e ezzel a témával foglalkozni, hogy itt játszottak hétvégén egy Liverpool-Manchester City mérkőzést is, és hogy Mbappé hasonló rivalizálásnak szeretne részese lenni, mint amilyen mondjuk Cristiano Ronaldo és Messi között volt, és ezért él ez a liverpooli vonal, hogy most ugye azért mondhatjuk annak ellenére, hogy a Liverpool azért 13 pontos hátránnyal kezdte ezt a City elleni meccset, hogy Anglia, és mint Anglia az egyik legjobb bajnoksága, ahogyan te is. Itt az előbb ezt már elmondtad az expozitban. Az egyik. Anglia az egyiken volt. Igen. Nem a legjobb. Szóval két nagyon kiemelkedő csapatnak lehet két nagyon kiemelkedő figurája a Haaland, és ő ez motiválhatja valóban, vagy ez most csak egy ilyen sajtó által kreált, megint egyszerűsítsük le a futballt, meg a versenyfutást a nézők számára a dolog. Igen, itt visszakanyarodnék arra, hogy ugye ez mind sajtó. Nem lehet tudni, bár azt arra cikkeztek, hogy a Kloppal már leült. Most jó, de azt soha nem fogja kimondani Mbappé, hogy azért megyek Angliában, hogy versenyezzek Haalanddal. Lehet, hogy nem fogja kimondani, bár ez szerintem nyilvánvaló lesz, hogy ha oda megy, akkor pont ezért megy oda. Már a Chelsea-ről is cikkeztek azért, szóval itt azért a Liverpool mellett a Chelsea szóba kerülhet. Nem. Érdekes őszintén... módon nem a City. Őszintén nem tudom, hogy mi van itt a háttérben. Az biztos, hogy ez nem jó az adott klubnak, ahol éppen Mbappé futballozik, jelen esetben a PSG-nek, hogy ilyen feszültségek vannak körülötte, amik vannak.
Ját, amit Doma mondott, hogy nehogy a Real Madridhoz menjen, mi szeretettel várjuk a Premier League-be Kylian Mbappét. Menjen. Tegye ott tönkre az összes klubot egymás után. Például a Newcastle-nél most hiába van a világpénze, nem tudnám elképzelni, hogy az ottani szisztematikus építkezésbe beengednének egy Mbappét, hiába meg Mbappé. Az Mbappének kevés lenne szerintem, nem? Tehát, hogy most hiába a világ egyik leggazdagabb klubja a Newcastle, azért annál szerintem az egója magasabban van, mint hogy egy épülő klubhoz. Igen, itt szerződjön. Az egóra visszavetítve, ugye a Liverpool még a történelemben nem volt olyan, hogy 13 ponttal le lenne maradva valaki, és utána bajnok lesz. Szóval ő biztos, hogy benne, hogy egy bajnok esélyes klubhoz szeretne majd igazolni, és talán ezért nem biztos, hogy szóba kerülhet a Liverpool. Igen, viszont ha már itt erről szó volt, akkor tegnap megrendezték ezt a mérkőzést, ennyivel nyert a Liverpool. Holland nem tudott gólt szerezni, de még gólpasszt sem adni, ami már-már furcsaság és ritkaság számba megy. Itt ugye elég egyszerűnek gondolhattuk, vagy gondolhatjuk a receptet, azt mondták, hogy azt kell megakadályozni, hogy eljusson hozzá a labda. Holland-nak 4 elég komoly helyzete volt ezen a mérkőzésen, tehát azt nem mondhatjuk, hogy tökéletesen hajtotta végre ezt a küldetést a Liverpool. Viszont azért azt mondhatjuk, hogy az a Manchester City, amelyik az elmúlt hetekben mindenkit megszort, és még 10 emberrel is a Bajnokok Ligájában lényegében jobb volt Kopenhágában, az nem mutatkozott ilyen impotensnek, mint amilyen ezen a tegnapi mérkőzésen volt. Hosszú hetek óta, mondom ezt úgy, hogy egyébként tényleg egy rendkívül szórakoztató, meg eseménydús mérkőzés volt. Így van, én is élveztem. Hogyha átadod a szót, vagy szeretnél? Ne hülyéskedj, nem. Én a klasszikóval voltam elfoglalva. Igen, én is élveztem. Itt a City-nél kiemelném De Bruyne meg Haaland kapcsolatát. Ugye nem csak Haalandról beszéltek, hogy mennyi gólt rúg, hanem De Bruyne-ről is, hogy ennyi gólpasszt még nem adtak az elmúlt mérkőzéseken, mint amennyit ő adott. Hát ő 9-nél nyert, ugye Haaland 15-nél, mert a gólpasszok gólok tekintetében. Bár itt egy érdekesség, hogy ugye De Bruyne, kevesen vannak azok szerintem, akik a 16-oson belül úgy oda tudják neki juttatni a labdát, mint ahogy De Bruyne teszi, mert a 15 gólból talán az egyik, vagy egyetlen egy volt, ami 16-oson kívülről így van. Volt, amiből gólt tudott szerezni. És a többség és ez, egy érintőből, tehát ez van. Is mutatja a gólpasszok minőségét. Így van, és itt ezen a mérkőzésen is nekem több olyan helyzet eszembe jut, kétfejes talán, amit a De Bruyne-től kapott itt az első félidő vége felé volt talán az egyik, akkor teljesen a stadion tetejéig emelkedett, én meg is lepődtem, hogy hová ugrik föl. Ezeket ő kegyetlenül ki szokta használni, most itt nem, hát az élet az ilyen, különösen a futball, hogyha nem érsz a lehetőséggel, akkor megbüntet. Nem is lett máshogy. Hát Szalát nem büntette meg, mert ő is azért kihagyott néhány elég komoly lehetőséget, főleg az ő szintjén, és itt ezt nem csak erre a meccsre vetítve mondjuk, hanem az egész szezonra, és aztán végül csak el tudta dönteni. Te láttad egyébként a meccset így utólag? Vagy? Láttam. A kezed, ahol volt a meccsnézés, ott kisorsoltunk a végén egy győztes, mindegy végeredmény tippelős játéknak a győztesét, és onnantól kezdve kapcsoltuk át is. Titeket néztem. Nyugodtan elmondhatod, hogy ez a 90. percben volt. Igen, egyébként ugye annyit azért, most itt, ha megengedtek, a tegnapi napunk az nagyon érdekesen alakult, miután tönkrement Leedsben az elektronikai rendszer. Életemben láttam meg, és hogy benne van a szabálykönyvében a Premier League-nek az, hogy VAR nélkül nem lehet már meccset játszani, ami szerintem egy agyrém, tehát hogy ha nincs, akkor miért ne lehetne a régi technikával, hogy megmondani a bírónak, hogy mi lenne, ha most te hoznál döntéseket a pályán. Na mindegy, ez csak ilyen kis demagóg kiszólás volt, de ugye úgy nézett ki, hogy lejátszottak 1 perc 20 másodpercet a meccsből, utána 39 perc szünet, és akkor hát, itt ilyen hihetetlen őrületben kezdve, hogy akkor átkapcsolhatunk-e a Chelsea meccsre, jogilag engedélyezett, és a többi. Átkapcsoltunk, mire átkapcsoltunk, akkor szóltak, hogy akkor mindjárt újraindul Leedsben a mérkőzés, és közben ott ültünk malmozva Fehér Csabival a stúdióban, hogy akkor visszajövünk-e, ilyen Kudlik Júlia bemondói szerepben fölkonferált, hogy akkor most megyünk át a Aston Villa Chelsea-re, majd utána 5 perc múlva visszajöttem, hogy akkor megyünk vissza a Leeds Arsenalra,
És utána mondták, hogy miután úgy van, hogy a reklámszerződések miatt le kell adnunk azokat a reklámokat, amik be voltak tervezve normálisan, ezért a szünetben nem lehet stúdió, mert egymás után két reklámblokk megy le. Úgyhogy 2,5 órán keresztül utána így ültünk és meccset néztünk a stúdióban. Ritkán éreztem magam ennyire hitvány és értéktelen dolgozónak, mint tegnap. Ezek után egyébként jót tett a lelkemnek ez a Liverpool-Manchester United meccs, mert szerintem is szenzációs, és a Manchester City meccs, mert egészen elképesztő tempó, meg egészen magas színvonal volt. És szerintem az első fél idő, és itt csak tényleg arra még érdemes talán kitérni, az pont azért nem hozott annyi helyzetet és annyi tiszta zicsert, mert iszonyatosan ismerték egymást a csapatok, és pontosan tudták, hogy mit várhatnak. Igen, a gól előtt is egy hatalmas egyéni hiba előzte meg a gólt, és hát ilyenek kellenek ezeken a mérkőzéseken sajnos, hogy már a másik csapat eredményes tudjon lenni. Mert olyan szinten meg van szervező már a védekezéstől kezdve minden egyes centiméter a pályán, hogy sajnos ilyenek kellenek. Szerintem azért arra Guardiola sem számított, hogy Milner lesz a jobb hátvéd, de ezt is meghúzta Klopp. Egyébként, ha már hibáknál tartunk, akkor Salahról az az ígyszer, amit Ederson kivédett, azt nem hittem el, hogy ki lehet hagyni, de aztán kiderült, hogy Ederson védte ki, akkor meg nem hittem el, hogy ezt ki lehet védeni. Ilyetetlen. Igen, de én igazából nem ezt emelném ki abból az ígyszerből, hanem azt, hogy ő is kicsit a csapat fölé emelte magát ebben az a helyzetben, mert egy sima egyszerű passzal üres kapura, ajtó, ablak, és vezetnek a Darwin, és mégsem ő egyénieskedve elrúgta. Viszont a végén, ugyanez a Nyueznél, amikor beállt, csodálkozott, meg elkezdett csapkodni, hogy neki nem passzolta le. Gondolom én, ő is szerette volna az önbizalmát kicsit följebb húzni, és mutatni magát, ezért ő elrúgta, reménykedve abba, hogy gól lesz belőle, nem sikerült, és elkezdett ő is csapkodni. Viszont előttem még egyszer mondom, ugyanez volt a szitu is. Egyébként ez tök érdekes dolog, hogyha már Nunez szóba került, meg Holland esetében is, hogy érdekes az, hogy Guardiola mennyire próbálja úgy felépíteni a City játékát, hogy azért Holland most sokszor ért labdához, ezt hozzá kell tenni, 39 labdaérintése volt, ami sokkal több, mint ami az átlaga a Manchester Cityben. Ugye volt. Hát nem volt, volt már 8-as igen, is. Igen, a spanyol. Igen. Nem, volt olyan meccs, amikor 8-szor ért labdához, ami az egészen elképesztő. Azt hiszem 2-t. De, elég. De igen, ehhez képest a 39 sok, de az látszik, hogy Hollandot nem tekinti a mondjuk a támadásépítés fontos elemének Pep Guardiola, miközben egyébként Darwin Núñeznél is ugyanez az érzés az embernek, hogy ha ő nem a kapu előtt van, és nem ott ér a labdához, akkor már bocsánat, de akkor rendkívül ügyetlen futballistának tűnik. Tehát, hogyha már passzolnia kell, hogyha neki kell mondjuk kiosztani azt az utolsó paszt, még 3-1-ben is, mint ahogy ott mentek, akkor azt látja az ember, hogy erre alkalmatlan. Jó, viszont akkor most én kérdezek tőled, hogy volt ez a helyzet, amikor nem passzolta le Hát Szalának meg Firminónak szerintem. Talán Szalá volt ott. Szalá akkor elkezdett csapkodni. Igen. Viszont utána volt egy ugyanolyan hasonló szituáció, és mindenki azt a passzt várta, hogy középre fogja passzolni. Ja, és laposan és jött laposan keresztpassz. És Alexander Arnold. Extra passz szerintem. Azonban, és igen. Szerintem az Alexander Arnold sem számított rá, és pont ezért nem tudta berúgni. Úgyhogy szerintem van benne játék, ez mind az önbizalom, amivel feljebb tudja majd hozni. Meg a közös nyelv, ami. Igen. A közös nyelv. Jogos bár egyébként. A pályán nem kell nagyon annyira beszélni itt egy, mit tudom én, a 90. percben, nem tudom mikor volt ez a... Igen, de pont az érdekes, amit mondasz, hogy ez is egy extra megoldás volt. Azok mintha könnyebben jönnének, mint az alapdolgok. Tehát egy sima belsős passz az, mert ott kb. Ez kellett volna, nem? Így van. Ezek a játékosok szeretik magukat mutatni. Én nem haragszom rá, én kimondottan jól éreztem magam a mérkőzés ideje alatt. Tök jó mérkőzést láttunk. Én valamiért számítottam is arra az első szituációban, hogy el fogja rúgni, bár nem volt könnyű abból eredményesnek lenni. Igen, ott csak jobb opció volt szerintem annál, mint amit ő ezt akarunk még beszélni a Burgosról, mert tudom, hogy csak ne menjen kárba. Beszéltünk róla. Hát a legnagyobb csapat. Szerintem a múltkor megemlítettük? Szerintem nem, csak utána beszéltünk. Műsor után. Na most megtört a szériájuk. Gólt kaptak. Viszont az hihetetlen. Gólt kaptak a 94-ben. Igen, ezt akarom mondani. És a 97-ben. Hogy aztán a 97-ben megnyerték a mérkőzést. Egyszerűen hihetetlen. Néztem róluk egy-két videót.
ahogy a védekezés megvan nekik szervezve, nem hiába nem kapnak gólt. De úgy, hogy ugye nem emlékszem rosszul, hogy az előző szezonban a legtöbbet kapták, nem? Vagy... Hát mert tavaly jutottak föl. Ah. Tehát, hogy úgy, hogy 20 évig nem voltak a... Ez a második évük, igen? Hát igen. Jó, de oké, de hogy hogyan lesz az egyikből a másik? Tehát ez azért... Halkan jegyzem meg, hogy Michua csapatedzője, aki... Swansea legenda. Swansea legenda, és nem tudom, Celta legenda. Még lehet játszottatok is egymás ellen. Most így nem rémlik, hogy játszottunk volna. De igen, visszatérve rájuk, hihetetlen, amit művelnek. Már ugye elég komoly célok voltak megfogalmazva, hogy milyen csúcsokat akarnak megdönteni. Ez sajnos nem sikerült, de például, nem is tudom, talán az Alaves ellen volt, amikor 3-0-ra nyertek, hogy a harmadik gólnál, amikor már tényleg mindegy volt, a 80-adikba rúgták a második gólt, igaz, ha jól emlékszem? Fogalmam. Igen, csak a tabellát nézegettem. Ha jól emlékszem, a 80. percben rúgták a második gólt, és igazából ott eldőlt a mérkőzés. De viszont a 90x-edik 1-2 második percben öten érkeztek a boxba, és azzal lett 3-0. Szóval hihetetlen, ahogy felérnek a támadásokkal, ahogy védekeznek, igazából egy 4-2-3-1-jel felállásban játszanak, de erősíts meg, hogyha... Nem, mondom, hogy nem nézem, bocsánat. Csak a tabellát. Nagyon akarod, nem, de hogy Isten. Kérdezz csak még. Nem, csak nem, ne engem légy. Nem, én úgy tudom, hogy 4-2-3-1-ben, de igazából, ha labdát hoznak ki, akkor ez más, meg hogyha tök mindegy. És az adott mérkőzéseken nagyon sokszor láttam azt, hogy az egyik hatos belép oda egy ilyen harmadik belső védőnek, és igazából egy ötvédős rendszerben játszanak. Hihetetlen, ott rést találni. Ráadásul úgy, hogy most is kiállítás volt, kijött a kapusuk, volt egy hosszú indítás, a belső védőt lefutotta a csatár, hosszan megtolta, a kapus kijött segíteni, róla a kipattanó labda, mint régen az Interbe Stankovic, hogy hív? Stankovic volt a félpályára. Félpályára beívelte, a támadó egyből kapura rúgta, látta a kapus, hogy gól 16-oson kívül beleütött, mondanom se kell, hogy egyből piros, és onnan még felállnak és tudnak nyerni, szóval hihetetlen lélektana volt a mérkőzésnek, biztos ő benne, hogy ez is előre fogja őket vinni. Remélem, följönnek a La Ligába. Ezt akartam mondani, igen. Hát azért hogy tessék, azért csináljátok, mert van, aki csinálja a La Ligába, csak kevesebb sikerre. Megígérem, hogy ha följönnek a La Ligába, megnézem az első meccsüket, bár... Élőben? Kimegyünk? Hát azt azért nem ígérem, mert szerintem dolgoznom kell azon a hétvégén is véletlenül, de... Jó, hát kikérjük magunkat. Igen. És akkor veled megyünk, Ádám, és akkor körbevezethetsz minket. Jó. Ott a környéken. Zaragozában mikor jártál utoljára? Most novemberben voltam kint. Tényleg? Majdnem egy éve. Na, és hogy fogadtak mi? Hogy kimentél? Nagyon kellemes meglepetés volt tényleg, mert emlékeztek rám. Bár nem játszottam olyan túl sok mérkőzés, 54 vagy 57 a kupameccseket számítva. Nagyon jó volt tényleg. A klubnál még vannak ott dolgozó emberek, akik az én időmben is ott voltak, mindenki nagyon barátságos volt, vittek körbe a klubnál, addig nem engedtek haza, még az edzővel nem beszéltem, az igazgatóval, a mindenkivel, a hotel előtt fotózkodnom kellett, aláírásokat adni, szóval tényleg, hogy így fennmaradt a nem a köztudatban, az számomra nagyon kellemes meglepetés volt, de van kint ott Zaragózában egy nagyon kellemes barátom, és egy nagyon kedves barátom, egy nagyon kedves barátom, akivel nagyon szoros a kapcsolatunk, család, meg minden, és vele voltam kint. Elég sokat is vele közlekedtünk, ő meg ugye eleve is ismeri a klubot, és tényleg nagyon pozitív volt az egész. Ha úgy hozná az élet egyébként, visszamenni a Spanyolországba? Akár nagykövetnek, szakmai igazgatónak, edzőnek. Most voltam kint Barcelonában, mint nagykövet, mint MTK-n nagykövet. Jó, mondjuk nem egy ilyen kétnapos kiküldetésre gondolok. Nem, hanem... a szívem nagy részét elfoglalja Spanyolország, meg a maga spanyol virtus, meg az ottani emberek, de meglátjuk. Ha lenne ilyen lehetőség, biztos, hogy benne, hogy elgondolkodnék rajta. De ettől függetlenül nagyon jó helyen vagyok. Hát igen, azóta azért itt nálad is elég komoly változások álltak be magánéleti szempontból, nem úgy, hogy... Igen. Az zaragozai évek óta. Igen, az zaragozai évek óta. Ádi, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy itt a sok értékes gondolatot. De reméljük, hogy jól érezted magad, mert azt ugye beszéltük, hogy a szüzességedet most veszíted, de nem fájt, nem ugye? Voltam még ilyenben, nem fájt annyira. Lehet, hogy meg bele kell nyúlni itt az ollóval a műsorba, de
Igen, nem, amúgy jól éreztem magam, és köszönöm nektek, hogy megteremtettétek ezt a családias hangot, mint ami van az Atletico Madridnál. De nem vagyunk olyan könyörtelenek, mint Simeone. Igen. Azt tudti. Köszönjük szépen. Én is.